dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim! Január második felének egyik eléggé közismert napja, amely egyházi naptárunkban ünnepként van megjelölve, Szent Pál apostol megtérése elnevezés alatt szerepel január 25-én. Ezen az ünnepen arra az eseményre emlékezünk, amely az egykori Saulnak, az ószövetségi törvény védelmezőjének életében egy új kezdetet jelentett a Jézussal való találkozás folytán, ott a damaszkuszi úton, ahol elhangzott az azóta is sokszor ismételt kérdés: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ehhez a naphoz kapcsoljuk azon imaalkalmakat is, amelyeket ilyenkor szerte a világon a keresztények egységéért szervezünk meg a keresztény felekezetek bekapcsolódásával, hogy közösen egy szívvel, lélekkel az egység ajándékáért könyörögjünk, és azokat az égi ajándékokat kérjük az Istentől, amelyeken keresztül mindnyájan az egységnek munkálói és előre mozdítói lehetünk abban a krisztusi közösségben, amelybe keresztségünk révén nyertünk beiktatást, és amelyben küldetést is kaptunk Krisztus akaratának teljesítésére. Az ilyen ima alkalmak a különböző keresztény felekezetek templomaiban, a felekezetek képviselőinek és híveinek részvételével az úton való haladás képét mutatják, amikor vallomást teszünk arról, hogy a különbségek ellenére valamennyien úton vagyunk Isten akaratának megismerésében és követésében. Egy nagyon fontos szempont ez, amely arra figyelmeztethet bennünket, hogy soha nem fáradhatunk bele az Istenre való figyelésünkbe, és hogy csak reá irányítva életünk minden lépését érvényesülhet körülöttünk az ő akarata. De ezen ima alkalmakban kifejezésre jut az is, hogy beismerjük és tudatosítjuk magunkban azon hiányosságokat is, amelyek sebbként terhelik meg az igazi krisztusi közösséget, és ezáltal gyengítik a keresztények erejét és hatékonyságát ebben a világban. Az ilyenkor megfogalmazott és közösen elmondott imádságainkban a keresztények egysége utáni őszinte vágyunkat fejezzük ki és osztjuk meg egymással, hogy Isten lássa meg törekvéseinket és hallja meg könyörgésünket. Ezt tettük az elmúlt hét folyamán is. Több alkalommal és több különböző felekezet templomában a hívek közösségében. Talán fontos lenne úgy megalapozni ezen törekvéseinket, mint ahogyan a Szent Pál apostol is tette ott a damaszkuszi úton, amikor ő is megfogalmazta a kérdést: ki vagy te, Uram? Mert az Úr egyre jobb megismerése és az iránta való ragaszkodásunk elmélyítése, amely egy kiegyensúlyozott és a mai élet realitásaiba beágyazott keresztény magatartás felvállalásában nyer kifejezést, ez az a szükséges alap, a kiinduló és vonatkozási pont, amelyre támaszkodva mindegyikünk az élet minden helyzetében, nem csak az ima hét alkalmával, hanem azon túl is, az egységnek előmozdítója lehet. Ismerjük meg igazából Krisztust, és hozzáigazítsuk életünket, mert az általa hozott változás alkalmassá tesz bennünket arra, hogy az egység és a béke eszközei lehessünk ott, ahol élünk. És még egy utolsó gondolatot, mint egy előrevetítésként egy következő eseményre osztanák meg kedves híveinkkel.
Február 2-án a megszentelt élet, azaz a szerzet és élet világnapját ünnepeljük. Azokra gondolunk ilyenkor, akik az evangéliumi tanácsokra tett fogadalommal Isten meghívására feleltek, hogy ne csak a bűnnek halljanak meg, hanem lemondva a világról egyedül Istennek éljenek. Ugyanis egész életüket az ő szolgálatára adták oda. Idéztem a II. Vatikáni zsinat Perfecte Caritatis kezdetű, a szerzetes élet megújítására vonatkozó dekrétumából. Bár legtöbbször rejtetten és csendben élik meg karizmájukat, és a megszentelődésen túl alázattal teljesítik feladatukat a közösség szolgálatában is, iskolákban, öregek és betegek szolgálatában, és még annyi más területen, nem mulasszuk el a szerzetesekért és szerzetes nőkért vállalt imádságot. Megbecsülésünkkel támogassuk őket, és az értük végzett imádságunk legyen bátorításukra és megerősítésükre. Ebben az évben is a helyi hagyomány szerint egyházmegyénkben a görögkatolikus testvérekkel együtt már szombaton, február 1-én fogjuk megünnepelni a szerzeteseket. A program szerint 11:30-kor székesegyházunkban szentmisét mutatunk be, amelyben hálát adunk a hivatás kegyelméért és a szerzetesek önfeláldozó szolgálatáért. Nagy szeretettel hívom és kérem a kedves híveket, ünnepeljünk együtt szerzeteseinkkel, hogy Isten áldása bőségesen áradjon reánk a jövőben is általuk.